Na csácsúbi csörtészt a csokolád, és szavaztok gyerekek, üdv a csatornán, kipör jelentkezik a következő 100 év a mezőgazdaságban videó sorozatunkkal. 1924 van, és kettő dolgot szeretnék kiemelni így a világ történelemben és a magyar történelemben. Az egyik az ilyen geopolitikailag fontos volt, a másik inkább ugye Magyarország szempontjából. Ezt azért is csináljuk, ugye ezt a történelmi ilyen betekintést az aktuális korba és évbe, hogy kontextusba kerüljünk így a mezőgazdasági fejlődés szempontjából is. Az első ilyen dolog, amit mondanék, az meghalt Vlagyimir Iljics Lenin 1924-ben, ami megint egy eléggé durva fordulópont a Szovjetunió életében. Igen, már Szovjetunió, tudjátok, 1922-ben alakult meg a Szovjetunió. Ezeket így lehet, hogy fogom ismételni, és egyre több infomorzsát fogok így behozni, azért is, hogy tényleg tudjunk kontextusba kerülni, hogy hol tartunk a világban. Később ugye még érdekesebb történések fognak zajlani, például ugye jönni fog majd a második világháború, ugye utána jönni fog majd a Magyarországon is ugye a szovjet uralomnak a hatása a mezőgazdaságban, nagyon durván fog ez jelen lenni, és később ugye a rendszerváltás is el fog következni. De 1924-ben még egy dolog történt Magyarország szempontjából, ami fontos lehet, hogy megalakult a Magyar Nemzeti Bank, amit lehet, hogy annyira nem izgalmas számotokra, de egyébként ez egy nagyon fontos dolog. Na, srácok, nem írtátok meg, hogy mit csináljunk ebben a részben, mert kérdeztem egyébként, és nyugodtan írjátok. Lehet, hogy pont sokan nem látták a végét, de akkor ide, itt mindig így próbálom így ezt a kérdést feltenni, hogy akkor mit csináljunk a következő részben. Viszont mivel nem írtátok, úgy gondoltam, hogy a mezőgazdaságot kicsit hagyjuk, meg amúgy is kellene pénzt keresnünk, meg ugye ennek kellene ennek a zarató szerkezetnek egy nagy gép, ami ugye el tudja vinni, úgyhogy be fogunk ültetni egy hatalmas gőzgépet, amivel ezt tudjuk húzni egyik helyről a másikra, tudunk vele aratni konkrétan, és úgy gondoltam, hogy ehhez kellene pénzt keresni, mert elég drága lesz az a gőzgép, akár mennyire is meg akarjuk húzni, nem lesz egyszerű. És kacok, úgy gondoltam, hogy a legegyszerűbb módja a pénzkeresésnek, és igazából ezt még annyira nem is csináltuk, az erdei munka, és viszont ehhez kellene nekünk egy pótkocsi. Mindenképpen először kellene egy pótkocsi, úgyhogy veszünk egyet, mindenképp a letöltöttökben. Gumikerekes lesz, viszont egy kisebb pótkocsiba gondolkoztam, amelyik autentikus azért. Van nekünk egy ilyen nagyunk, ez már szerintem egy kicsit nagyon túl modern. Nekem ez túl modern, bár gyakorlatilag fából készült az egész, látjátok, szinte ugyanolyan, mint egy lovaskocsi. Túl modern és túl nagy. Az a baj, hogy nekünk nincsenek még nagy traktorjaink, és ezért gondoltam, hogy egy ilyen kisebb, szintén fából eszkavált pótkocsival fogunk menni. A kerékbeállítást megcsinálom azt, hogy hátul is kicsi kerék legyen, nem kell nekünk, hogy ilyen marha nagy legyen. Így ez tök jó szerintem ez az egész. Felni szint azt változtassuk pirosra, az mégis, hogy így tök jó. És akkor egy ilyet veszek 800-ért. Ez így tök univerzálisan lehet használni. Egyébként tudom, hogy rönkocsivel át lehet alakítani, de ugye mi nem fogok tudni akkora rönköket mozgatni. Legalábbis nem lenne reális, hogy olyan rönköket mozgatnánk. És elmegyünk az egyik traktorért, és az egyik traktorra be fogunk verekedni az erdőbe, és valószínűleg, hogy a kisebben, ugye a Forconnal fogok beugrani az erdőbe, mert az talán egy kicsit úgy fordulékonyabb, kicsit így agilisebb. Hol van a Forconunk? Azt bevittük? Gyerekek, hova raktuk a Forcont? Ott van, oké, okay, ja. Utoljára ezért krumplit pörgettük. Bocsánat, elnézést. Ja. Ja, a Forcon egy kicsit agilisabb, ilyen fordulékonyabb, talán egy picit dinamikusabb traktor. Ezért gondoltam, hogy ezzel fogunk menni az erdőre ki. Nem lesz egyszerű, és úgy tervezem az egészet, nagyon gyorsan megmutatom nektek, hogy azért képbe legyetek. Rohadt jól megcsinálta a készítő ennek a mapnak az erdős részét, tehát nem az, hogy van egy csíktér, az tele van fával, ültetve azt ennyi volt az erdő, hanem magában az erdőbe vezető út is egy ilyen tipikus bedölt fák, félig, akkor ilyen kis szerpentinek, ahol le tudsz menni mélyebben fekvő helyekre. Rohadt jól meg van csinálva, gyerekek, meg fogjátok látni, hogy mennyire jól. És ilyen nagyon eldugott zugok vannak, bár lehet, hogy már néztük egyik részben, hogy milyen az erdős rész, de higgyétek el, amikor majd a géppel kell ott végig bemennünk, akkor az nem lesz olyan egyszerű.
Egyébként van ennek a készítő srácnak, aki csinálja a modok, ezeket a marha modokat. Van egy olyan lova, amivel lehet vontatni, képzeljétek, fát. Tehát itt ki lehet húzni az erdőből. Egy kicsit aggódok amiatt, hogy mi be tudunk-e úgy menni az erdőbe, és ki tudjuk úgy hozni a fát, hogy nem lesz belőle probléma. Mert tényleg brutálisan nehéz terep. Szerintem ez még a még újabb gépekkel is feladná a leckét. De meg akarom próbálni mindenképpen. Régebben is mentek az erdőre, maximum kisebbre vágjuk a fát, szépen elrendezzük a platón. Ezen a portkocsin nincsen spariferezés, aminek az a hozadéka, hogy nagyon kell vigyáznunk majd arra, hogy ne boruljunk fel, mert akkor ugye nekünk annyi, mert ne potyogjon le a fa a platóról, úgyhogy akkurátusan, szépen, okosan, úgy, mint a valóságban fogjuk csinálni. Úgyis ez az elején ennek a sorozatnak a lényege nem az, hogy ilyen nagyon precíziós mezőgazdaságot csináljunk, hanem így idézőjelesen bemutassuk ugye, hogy mégis hogy zajlott annó a mezőgazdaság, és most például a fakitermelés. Amit még akartam mondani, hogy igen, kell, amúgy is gyűjtenünk tényleg pénzt, azért gondoltam, hogy kellene tényleg valamiből kellene pénzt csinálni, és ez volt az a megoldás szerintem, ami így instant tudnánk, idézőjelesen instant pénzt csinálni, mivel például annak az arató szerkezetnek azért kellene egy nagyobb traktor, és arra gondoltam, az arató szerkezethez nagyon jól illene egy gőzgép, igaz, kicsit visszaugrunk akkor az időben, majd fogunk arról beszélni, hogy mikor, hogyan keletkezett, és egy gőzgéppel szeretném megmozgatni azt, hogy akkor azért, figyeljetek, 1924-ben vagy 25-ben, amikor legközelebb meg fogjuk venni ezt a gőzgépet, akkor is még simán releváns lehet, hogy gőzgépet használtak az aratáshoz. Nagyon aggódok gyerekek, nagyon aggódok, hogy az az erdős rész nekünk ezzel a traktorral, ezzel a pótkocsival mennyire fog jól működni, meg ezzel a traktorral. Ugye mind a két traktorunk olyan 20 lóerő. Elmegyünk erre most, jó? Viszont mind a két traktorunk 20 lóerő. Azon gondolkozok, a forcomban nem tudnánk valami nagyobb motort rakni, vagy valamit, meg kéne állnunk itt. Viszont nem nagyon költhetem a pénzt, mert szükségünk van, ugye erdőterületet is kell vennünk. Megnézzük, hogy ezt mit tudunk itt csinálni, ez hogy működik, gyerekek. Azt a vodjátok fel kell oda áron, mert akkor megőrülök. És ez kíváncsi vagyok, legalább kipróbáljuk. Mondtátok úgyis, hogy próbáljam ki a TMK műhelyt. Nem tudom, hova kell állni, remélem, hogy csak ide is megállok, akkor is ez neki jó lesz. Azért nem, hol van? Azt nem mondjátok, föl kell odaállnom, mert akkor basszus, ezzel a traktorra nem biztos, hogy ez kivitelezhető, mivel a nyomtáv az szerintem egy kicsit szűk ennek a nem, fel tudok odaállni. Oda fel kell állni, ez vagyok tök jó. Ilyen igazi TMK feeling, föl ne buruljak. Képesek, ezt megcsinálták, hogy ide fel kell állni, most megpróbálom ki így. Nagyon jó. Van újrafestés, van konfigurás, nézzük meg mi van. Motor bypass standard. Road gear, lehet más fokozatba, és ha road gear-t rakod, akkor is ugyanannyi. Ugye váltóra gondol ő, standard. Rendjük egy road gear-t, kerékbeállítás. Jó, lehet ilyen, gyakorlatilag ilyen feladott gumi, vagy ilyen ragasztott gumi. Ó, lehet már gumikerekes. Gumikerekes is lehet. Hát eléggé csábító, de még szerintem ez tervezés. A három pontos lehet rá, meg lehet rá ilyet. Aha. És lehet világítást. Hát gyerekek, én kihagyom, szerintem a standardbe leszünk. GPS-be azért meg felejtsd el. Jó, hát akkor ez igazából... Hát ezt a road gear-t bekapcsolom. Bár lehet, hogy pont az erdőben nem lesz az igazi. Úgyhogy... Bízunk benne, hogy... De tök jó egyébként, hogy oda fel kell állni. Ez nagyon jó. Na. Aha. Viszont szerintem a végsebességünk így nőni fog. Aha. Hogy de 22-vel tud repeszteni gyerekek, viszont lehet, hogy nem a legjobb ötlet volt, olyan szem. Ó, viszont az tök jó, hogy tudunk menni gyorsan. Ó, gyerekek, ez nagyon jó. Ó, hát ez nagyon jó. Sőt, ez nekem egy kicsit túl erős is. Miért nem működik a... viszont nem tudom állítani följebb a
tempomatot érdekes, mert ugye még mindig 11-nek írja, és nincs konfigurálva, hogy változzon, nem tudod följebb állítani. Érdekes. Na, megyünk srácok az erdőbe. Viszont annyira azért nem kellene kapkodni, viszont elment a izénk. Elment, nem tudom, nincs tempomatom. Ez probléma nekem. De, most oké van, oké. Érdekes, első beszállásnál hiába nem tudtam állítani. Ja, igen, állatokat is kellene tartani. Figyeljetek, maradjatok vele, itt szépen végig megyünk ezen az erdei úton, meg fogjátok látni, hogy mennyire epik jól meg van csinálva. Tényleg nem csak egy ilyen standard erdő, hogy tök egyszerűen tudod vágni a fákat, hanem azért lesznek itt bonyodalmak. És veszünk majd ott egy, veszünk egy erdőrészt mindenképp. Itt van egyébként egy ilyen nagy füves terület, ide most egy kicsit félreállok. Ezt nem állítom meg a motort. Hát remélem gyerekek, hogy ki tudjuk hordani az erdőből a fát. Ez a nagy füves terület, ez tök jó lenne egy csomó mindenre, ez nekem nagyon tetszik. De jól néz ki ez a traktor, gyerekek. Na, induljunk. Hát nem lesz egyszerű még oda bejutni se, de azt el nem tudom képzelni, hogy a fát hogy fogjuk innen kihordani. Viszont jó, hogy egy kicsit dinamikusabban közlekedik a gép. De már amikor fúzni kell neki, akkor már problémái lesznek. Lehet, hogy nem az erdei utunkra kellett volna megcsinálnunk ezt a road váltót berakni. Ezt az utcai váltót, mert tempomat 8-ban van gyerekek, és igazából elfelejtette, hogy ő neki közlekednie is kellene. Hogy 3-mal tudunk menni. Remélem, hogy nem lesz belőle gond. Vagy lehet, hogy a másik traktort kellett volna hozni. Nagyon, fú, ez most, ezekkel a gépekkel ezt megvalósítani, ez lehet, hogy nem lesz egyszerű. Hát látjátok, hogy milyen egyébként az erdei út, és ez az erdei út, ez egy ilyen csoda jó út, erdei út. És tényleg lehet, én most komolyan mondom, azon attól félek, srácok, hogy nehogy az legyen, hogy én nem tudok itt érvényesülni. Tényleg nagyon aggódok miatta. Hát basszus, nem megy ez a traktor, gyerekek. Esküszöm. Tempomat 8 be van kapcsolva, aztán 3-mal megyünk. Egyébként olyan, mint hogyha az első kerék kb. Nem is forogna, vagy csak nem ér le a talajra. Nézzük egy külső nézetet. Ú, gyerekek. Ja, jó, nem ér le a talajra, akkor nem forog. Ú, de nagyon-nagyon-nagyon lassan megy az a gép, gyerekek. Ezzel nagyon meg leszek lőve, már most látom. Valami erősebb csoda gépet kellett volna szerezni. Esetleg lehet, hogy egy... egy Lance Bulldogot, bár az se egy vadállat, de lehet, hogy ennél egy kicsit jobb lett volna. Hát lehet, hogy a, igen, a váltót a Scar volt, gyerekek kettővel. És tényleg olyan brutális terepen fogunk közlekedni, hogy azt el nem tudjátok képzelni. Hát jó, figyeljetek, nem vagyok az a feladós fajta, úgyhogy megpróbálkozunk. Csak tényleg olyan helyeken nem tudom, hogy fel tudjuk-e húzni ezt a pótkocsit egyáltalán, amik még fognak következni. Jézus úristen, ez erős lesz. Közben meg kellene nézni, figyeljetek, beállítom így egyenesbe, azt ránézzük közben. Ilyenkor megy az idő? Tudja, a franc lehet, hogy megáll. Hogy miket? Szerintem nem áll meg, jó. A földeket kellene megnézni. Jó lenne, hogyha valami közel lenne, csak az a baj, a közeliek azok driktig ilyen rohadt drágák. Figyelj, 25 ezer, 11 ezer, 25 ezer, igen, és az a baj, a belsők lesznek. Minél beljebb van, annál olcsóbb. Például 57, ez csak 2000, itt csak 1300, ezek, és még egy nagy terület is, nézd meg, és mégis azok a legolcsóbbak. Ugye az is tök jó, hogy erre figyelt ugye a készítő, hogy ne az legyen. Fú, srácok. Nagyon félek. Egyszer, azért ennél gyorsabban kéne menni. Nem, mondjuk 20 lóerős traktor. Örültek neki, hogyha elvitterem. De figyeljetek, hogy gyakorlatilag sikterepen vagyok. Ugye emelkedik ez? Nem emelkedik. Miért megyünk ilyen oltári lassan, gyerekek? Nagyon, most nagyon parázok. Lehet komolyan mondom, vissza fogok fordulni.
Hogy a izével tényleg az utcai váltószerkezettel kicsesztem magammal? Lehet, hogy ez inkább ilyen szállítmányozásra elég? De figyeljetek, azért ennél gyorsabban kell, nem tudom, hogy ez... Hogy gondolja... Ja, hiába rakja fel kettesbe. Na mindegy, izébe... tempomatba rakom, és most mivel egy ilyen elég szar rész jön... Hát igen, ilyenek vannak srácok ezen az útvonalon, úgyhogy készüljetek fel a legrosszabbra, lehet, hogy felborulunk a traktorral. És ha felborulunk a traktorral, akkor az teljesen autentikus, mert a valóságban se volt minden leányálom. Na, srácok. Jó, lefele is ugye tempomatot kapcsoltam, nehogy levágtassunk itt. Az a baj, hogy ugye a kintebbi, a könnyebben elérhető erdő részek azok a... Hát itt szerintetek föl tudunk például jönni? Ugye, ja, a kintebbi erdőrészek itt kiállhatnánk fát szedni, ha meg tudnánk venni. Csak nem fogjuk tudni megvenni, mert ezek a legdrágábbak. Ugye gondolta a készítő szenvedjével, de hát szerintem a készítő nem gondolta, hogy... ...ilyen... ...a Fordson 100 éves traktorokkal fogunk idejönni. Mondjuk annyira nem rossz. Jó, így elkötyülünk. Figyeljetek, hozunk ki egy kocsi fát, aztán meglátjuk, hogy mégis mi lesz. De tényleg azt, ott volt egy szarvas. Azt egy kicsit bánom, hogy teljesen be kell mennünk a mélyére az erdőnek. Ó, mi ez? Ott egy sajt. Ott egy sajt. Na meg még ilyen köves sziklás részére beborulunk, aztán vége van. Meg is halunk, gyerekek. Úristen! Zubog a víz, nem tudom, remélem nem túl hangos. Hát figyelj, csak megoldjuk, nem gyerekek, csak megoldjuk. Majd átnézzük, amikor bejebb érünk az erdőbe, hogy kb. Mire számíthatunk. Ez elég jó haladunk. Itt van egy nagy erdő itt jobb oldalt, vagy egy nagy terület. Ez viszont fölkapom. Ami út beesik, azt föl fogom kapni. Nézzétek, úristen, még sár is van. Majd álljunk meg. Begyűjthető tárgyat találtam. Na, itt meg van egy ilyen soros rész. Amúgy jó ez a map. Figyeljetek, semmi gond azzal, hogy ezt... Azt a betya, hol vegyek már? Egyébként a rádió be van kapcsolva, az Isten tudja, hogy kell kikapcsolni. Azért az a felirat néha így feltűnik föl. Aj, megint már erdei témákra... asszociálok, hogy miket kellene, miket tudnék mesélni, de inkább legyen kicsit nyugodtabb a helyzet, aztán mesélek. Mindig tényleg a videó elején, pont írta egy srác az utolsó videóban, hogy hát egy idő után lehet, hogy 100 rész alatt ki fogsz fogyni a történetekből, én is egyébként mindig erre gondolok, sőt, én soha nem tervezem el, hogy miről fogok beszélni a következő részbe, de már megint itt a fejemben, hogy miről szeretnék beszélni, mert így ha elkezdek valamit csinálni, és arról jön egy olyan téma, ami eddig eszembe se jutott például lehet. Na, itt ha fölmegy, akkor gyerekek, mindenhol fölmegy. Figyelj, milyen jó tartja. Most itt elágazik az út, hát nem tudom, hogy nekem merre kéne, mert szerintem lehet, hogy meg kéne állni. Bár innen, hogyha elindulunk, akkor csoda lesz. Hú, basszus, pedig tök jó itt. Ezek tök jó helyek. Oda nézzetek, ott jobbra megy egy út, egy ilyen nagy plachoz. Fölmegyek itt. Ú, nem, hogy annyira nem veszélyes az erdő. Hát nem a francot, nem srácok. Jó, figyeljetek, itt is fölmegy. Szerintem egyébként fölmegy, csak ilyen nagyon baró lassan majd. Úristen, hol vagyunk? Jó, itt mindjárt félreállok egy kicsit, vagy nem állok félre, mert valószínűleg nem fog semmi jönni. De meg akarom nézni, hogy hol lehetne egy területet venni. Meg nincsenek kijelölve, úgyhogy majd nézegetnünk kell, hogy melyik fát hogyan vághatom ki. De ezek ilyen epik vastag fák, gyerekek, hát olyan vastag egy fér a kocsira. Azt a betyár! Várjál, álljuk meg. Oké, okay. Aztán megnézzük a térképet, hogy mégis mi a szituáció. Földek, ugye? Mi hol vagyunk? Azt nézzük meg, itt vagyunk, ugye? Itt, ez nem egy külön föld. Nem, az 52-esnél vagyunk, és az a baj, ez 18-ba kerül, nekünk meg mennyi pénzünk van? 6800-unk. Az 53-as nem fogjuk megvenni, az 54-es nem fogjuk. Az 56-ost tudjuk megvenni először, de ez nagyon érdekes. Mert itt van megint egy ilyen szerpentinos rész. Az 56-osban nem sokára odaérünk. Az 59-es csak 1700-ba kerül, gyerekek. És az... Az már nem tűnik olyan messzinek. És itt a 61-es
Ez megint egy ilyen rohadt olcsó, pedig tele van fával. Nagyon-nagyon sok fa van rajta. Na, menjünk gyerekek. Itt van lesz valami szerpentines, lehet, hogy megint valami szakadék, vagy mi? Komolyan nem tudom. Így végigfutottam így a mapon egyszer, de... Egyébként most... Úristen! Ne! Ez a fáknak a teteje? És milyen kovicsos böszme jól megcsinál ez a készítő le a kalappal. Rohadt jó, imádom. Fú, jó, és egyébként elég széles az út, ugye? Azért is hoztam ezt a traktort, mert ez szerintem azért egy kicsit szűkebb. Bár azért elfért volna az izé is. Elfért volna a másik is, ugye? Az International Harvesterünk. Jó lesz ez, gyerekek. Figyeljetek, szerünk egy kocsi fát, azt elszállítjuk. Később... Viszont, ja, lehet, hogy a... Jobb lenne azt csinálni, hogy letermelünk egy kis fát a belsőről, kivisszük, és összeszedünk annyi pénzt, hogy egy külsőt ki tudjunk menni, mert nagyon sok időbe telik az a... Ez a dolog. De tök jó, jó néz ki, de figyeljetek, ott a fának a csúcsa. Itt velünk szembe, oda nézzé, ott. Akkor képzeljétek, milyen... Mekkora szakadék ez, he? Várjam. Ránézek megint, hogy hol tudunk menni, meg hol vagyunk. Mert lassan már odaérünk el. Itt az 56-os néztük, ugye ezt simán meg tudnánk menni, hát ott vagyunk már lassan. Ezt nem tudok innen, hogy a földek. Térkép, jó. Van ilyen váltások itt. És itt az 59-es is. Megint olcsó. Jó, gyerekek, megyünk tovább. Akkor itt megpróbálunk elmenni majd a kiérünk balra. Egyébként hiába rakok tempomat, akármennyit, nézd, 5 tempomatot rakok, és lefele is 3-mal megy. Egyébként ennek a traktornak így a váltója valahogy nem az igazi, nem tudom. Hogy nálam van átállítva valami? Most már kezdek aggódni emiatt. Jó, jó vagyunk. Itt még ugye le kéne arra menni, és itt ebbe a gödörbe ez volt az a 6000-es? Ez ami itt van előttük talán, ugye? Érdekes, ha kétszer megnyomom, akkor betesz ízébe. De így is csak 5 elmegy. Miért csak 5? Vagy 4 elmegy. Miért? Össze-vissza váltogat, valahogy... Jó, tudom, ez egy gyenge traktor egyébként, nem tudom, mit akarok, mit várok tőle. Azt hiszem, hogy majd itt... Nem, szuper jó dolog, de úristen, ekkora fák... Bassz, ekkora fát én itt kivágok, hát nem fog beleférni ebbe a kotlába, gyerekek. Ez Hozier, és itt van egy... Igen, ezt lehet megvenni, 6000-ért, ez az szerintem. Most azon gondolkodok, ezen az úton kell mennem, vagy a másikon, nem, alatta lévőn kell volna menni. De bassz, az még lejjebb van. Ez nem jó. Álljál meg. Kiszállunk. Mindjárt megnézünk. Körülnézünk. Körülnézünk, és ránézek akkor itt. Igen, itt van ugye itt van az 59-es, de viszont oké, hogy az 59-es az itt van közel, de nem van itt ebbe a szakadékba. És az a szakadék, oda itt tudnánk lejutni, és itt lenne az 59-es. Figyeljetek, azért ez nem rossz. Annyira nem rossz itt ez a pluszak. Ez tök jó, ez nekem tetszik. Várjatok, és megnézzük itt a belsőt, amelyik ilyen hatalmas volt. Ugye itt... Várjál, hülye vagyok. Itt kezdődik pont, hol állok, és erre balra megy el. Ide nézzél, öcsém! Ez brutál sok fa. Meg ott is végig. Ott is. Hát nem csoda, figyelj, onnan mondjuk nem tudod felhozni, az biztos. Oda valami LKT-k. Nem csoda, rohadt jól meg van csinálva, hogy izé, hogy a... Oké, hogy tele van fával, olcsó. Ez rendesen ilyen feelingem van, ilyen erdő feelingem van itt. Rohadt meg van csinálva. Nagyon tetszik, tök jó. Bírom ezt az egészet. Ja, viszont ide, hogyha lekezd meregnénk, ugye itt, ez a rész, ez a tisztás, szerintem pont ez a tisztás, nézd, itt vagyunk. Ez az 59-es, ez tök nagy, egész végig a sziklafalig, egész addig, egészen szerintem így, körülbelül eddig. Hát tudod? Sőt, még tovább is, bazze. Egész az Y-ig, itt van egy Y. Egész eddig, gyerekek.
Ez a rész, ez az 59-es. És arra már meddig megy el? Az útig. Akkor az úttól innentől ennyi fa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 fány, ilyen hatalmas nagy, rohadt nagy fenyő, amivel azt sem tudom, mit fogok csinálni, az lenne ugye a biznisz, és rohadt olcsón. 59, és itt. 1700-ért hallod, ne szórakozzál, hát meg is veszem. 1700 és az 59-es a milyen gyerek. Itt lehetne izé, azért lehetne itt tartani állatod vagy valamit, nem? Erdőbe. Mondjuk evinnék a rókák kicsit. Na, akkor le kéne csettintenem magam itt. A gyerekek, mit akarok ezzel a kicsi kocsival? Ide komoly dolgok körülöttek volnak. Brutális. Nagyon imádom egyébként. Figyeljetek, ez az egy lejtő, és mi már is sokkal olcsóbban kapom meg a fát. Bár azt lehet, hogy itt ez olyan lejtő lesz, hogy nem fogok fúrni feljönni. Ott vannak a szarvasi barvasok. Jó, el van határolva, mert ott futnak. Júj, basszus! Kaptam modpakot ahhoz, hogy ki tudjam cserélni ilyen medvére, meg mindenféle érdekes állatra ezeket a szarvasokat. Én ugye meg nem raktam be. Na gyerekek, akkor. Hát itt neki is állhatnék dolgozni. Ezt hagyjuk itt, megállítom. És kapásból ezt bösz... Úristen gyerekek, ezzel... Mi ez a fa, hallod? Hát vastagabb, mint én. Miért vannak ilyen vastag fák ebben a játékban, hogy mi történt? Hát ez kuglira kell vágnom, hogy fel tudjam emelni. Édes Isten. És ez már az enyém, nem? Enyém hát. De ez milyen ruszki módszer, hogy ilyen... Jó, majd levágom alatta. Várj, oda dűj... Jézus Isten! Fejszével, amire ezt kicsapom. Gyerekek, nehogy izé, merre hallgat? Azt tudjátok, azt a domát? Bír, az igen, hallod? Hallod? Nézd már meg, milyen vastag! Hát ez hülye vagy te! Szántom kivágni. Ez nagyon durva! Hát mit akarok én ezzel a fával? Hát egy darab belefér a bajzébe. A kocsiba. Jézus Isten, hát ez... Már most érzem, hogy ez erős lesz nekem. Le akarnám ágazni. Le lehet ágazni azzal a fejszébe? Ja, le. Hülye vagy. Ez nagy biznisz volt egyébként, csak ezt hogy fogom innen kiordani? Ötleteket várok, srácok, mit csináljunk? Ja, a fater szokta egyébként mondani, közben beszélek dolgokat. Hát ez itt. Ez itt. Hol a fa főnök? Miért nem vágja le? Na. Ja, azt akartam mondani, hogy fater szokta mondani, amikor tanított fát dönteni, ugye? Hát basszus, ja. Attól tök féltem attól a munkától, a fa döntéstől. Aztán... Mindig azt mondta, hogy úgy kell fát dönteni, nem tudom, biztos van, aki tudja, hogy kell, hogy itt nagyon alá kell állni, és körbe kell járni, és azt kell megnézni, hogy merre hallgat. Ez azt jelenti, szerintem onnan megy ez a kifejezés, mint amikor te így hallgatózol, és arra dőlsz egy picit, érted? És akkor úgy hallgatózol, és tényleg azt kell, hogy merre hallgat a fa. És akkor úgy kell dönteni, ugye, hogy arra fog dőlni. Meg hát az a baj egy ilyen, amikor már ilyen, nem egy ilyen, akácot, vagy pedig ilyen nagyon hosszú törzsel rendelkező fát vágsz, hanem egy nagy lombos fát, akkor meg kiszámítani, hogy mégis Jézus mi Isten, hogy mégis meg az ágai ugye meg... Gyerekek, te hülye vagy. Keeper, mit csináltál? Hát ez hova fog felférni? Úristen. Várjál, egy dolgot ugye mindenképpen bekapcsolok, bocsánat, ezt mindig elfelejtem gameplay előtt, hogy ezt a szupererő módot, hogy azért tudjunk mozgatni dolgokat, ne az legyen, hogy szívunk itt. Gyerekek, hallod? Ezt földobom azt a tuskót ide.
Jó, én el sem tudom képzelni. Egyébként a vastaggyárt kéne, össze kéne rakni, mi? Jó, hát azt, ott szoktuk, nem azt szoktuk, hogy izézzei fegyből földobjuk, hanem ugye össze szoktuk rakni depóba. Méterbe ki lehessen lépni, Franko, ezt ide rakom addig. Nehogy elveszed, ezen megsül még egy palacsinta. Azt meg egyébként egyik ex-csajomnak az apja szokta mondani, hogy a legkisebbet is el kell vinni, még ilyen kis botokat is el szokod vinni, mert azon még megsül egy palacsinta. Komolyan! Tényleg mindig az volt a duhája. Úristen! Jaj, bassza, hülye vagy gyerek! Jézus Isten! Mennyit adnak egy ilyen rönkér, hallod? Úgy próbálom berakni, hogy nagyon előre. De úgy látom, nem igen megy. De miért pattanik ki belőle? Mi van már az? Essél bele oda. Na, úgy. Azt a betyár, hát ide mit tudok én rakni? Hallod, ez se fér kettő. Vagy mit csinálják ezzel? Jézus Úristen. Jó van. Ezt megcsináltam meg én. Kijöttem az erdőbe, jó, hogy nem talicskálva, bazze. Ez brutális. Jó. Megtellett a kocsi, mi? Nem tellett meg, bazze, valamit kéne rakni. Magasítót, gyerekek. Nem lehet, meg pont ez nem lehet magasítót rakni. Figyelj, kéne magasítónak keresni. Karófát keressetek magasítónak. Húj, mindig az ment. Gyerek, keressék karófát magasítónak. Ezt ugye ide be kellett dugni. Aztán akkor lehetett plusz, hát ezt megmerjem én csinálni ebbe a játékba? Mennyire jó a fizika gyerekek szerintetek? Most én ide rakok még magasítónak izét fát. Ez gyanúsan, az a baj nem lehet lekötni, és ugye ezek izegni, mozogni fognak. Ez egy kicsit lehet, hogy durva lesz, nem? Majd hozok még, vágok a végéből. Fú, gyerekek! Jó, ez egy kicsit erős lett. De lehet, hogy azt csinálom, hogy akkor rakok mellő a praját. Csekmetet. Csepjét, ahogy Bondika szokta mondani annó. Meg még mindig az úgy mondja, biztos. Hát jó, hát ez nem fér fel, bazza, semennyi fa ide. Hát hülye vagy, Keeper. Nem fér fel. Ez ide begurul. Ezt cseszheted. Hogy mit csinál, állítva rakja? Az a baj, nagyon móvú vagyok, és sokat akarnék elvinni, érted? Csak ez, az lesz majd az egésznek a vége, hogy így meg fogunk dögleni. Hát ez nem jó. Kilógatjuk hátrafele, gyerekek. Az lesz, kilógatjuk hátrafele, akkor még egy picit talán tudok rakni. Egyébként nem esik rendesen bele, sajnos a fizikája ennek a kocsinak nem a tökéletes. Jó, oda végig akkor tudok rakni, meg oda be tudom dugni ezt oda. Figyelj, valamennyit vigyünk el, úristen. Le fog esni, mi? De nem akarok ilyen kevés fát elvinni, érted? Most az a nagy pótkocsival meg nem mertem kijönni. Hó, várj, ennek van izéje. Csatolási pontja, gyerekek. Fogjuk, utána kötjük a nagy pótkocsit is. Kivisszük. Megpróbálkozunk a lehetettel, meglátjuk mindjárt, hogy ne hiába ezzel, hiába erőlkedek, gyerekek. Nagy kocsiba kellett volna kijönni, arra férd volna bőven. Tíz, hiába erőlkedek, gyerekek, ez nem fog jó lenni. És én akármit is csinálok, nem fog felférni több, úgyhogy... Úgyhogy megyünk ki, és hozunk nagy kocsit is. Kihozzam a nagy kocsit a izével, gyerekek? És tudom, gondolkozok, kihozza meg a nagy kocsit a másik géppe. Jó, próbálkozzunk meg először kimenni ezzel. Nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán ezt is ki tudja vinni. Meg mennyi pénzt adnak érte? Hát ebből nem leszünk milliómosok, az biztos. Valahogy egyébként meg kell fordulni, most ezt jól megcsináltam. Megpróbálom. Hú, de hallod? Rendesen üzeli, mozgatja a pótkocsit. Ez a pótkocsi az nem biztos, itt egy fa, jó van. A pótkocsi az nem biztos, hogy a legnagyobb üzlet volt. Egyébként nem is én lennék, ha egy fa nem lenne az erdőben, és nem adnak kormányoznám neki. Na, elférsz már? Szerintem elfér. Fönne döntsen be azért, mert
Megőrülök, ha már most ödöntöm. Azt hittem, hogy jobban lefélek egyébként. Nem merem fölkapatni az első kereket oda, mert vége lesz a bulinak, gyerekek. De komolyan olyan hülye, hogy lehetek, hogy pont így fordulok meg? Ezt nem hiszem el. Már meg kell várni, míg egyszerű teljesen a korvájt. Nem hiszem el, hogy az a rohadt hó ég, az meg oda, pont be a kerék alá, te. Hát ez is, te vágta meg a villám, basszus. Hóka? Hókának neveztük? Azt hiszem, hogy neveztük. Behókálni a fát. Amikor ezt az éket ugye kivágod. És annyi. Olyan rassan szeri át a kormányt egyik oldalról másikra, hogy azt megőrülök, gyerekek. Komolyan, figyeld. Elkezdem. Egy, kettő, három. Nincs egy szervó, bazze. Nem hiszem el. Pont, bazze. Ez komolyan mondom, egyszer megtörtént velem a cégnél, még a régi munkahelyemen, hogy targoncázta, azt úgy sikerült valahogy ilyen nagy lendülettel befordulnom, így egy ilyen szűk folyosóra, hogy éppen nem tudtam kijönni a targoncával, nagyon kemény volt így, és ilyen centiket kellett előre-hátra, 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 az egyik Austin Powers-ben volt ilyen szituáció. Ugyanezt megcsináltam. Na, gyerekek, menjünk. Viszont ebből kettőt is össze lehetne kapcsolni. Na hát abból aztán lenne érdekes dolog. Jó, eladjuk a fát. Várjatok, meg kell nézni, hogy hol a legjobb üzlet a fa. Hát bocsi gyerekek, de tudom, hogy ez egy kicsit ilyen kém volt. Ó, 2000 fűrészüzembe. Aztán tudja a franc, hogy az hol van. Ja, tudom, hol van. A város túl végén. De várjatok, meg kell volna nézni, hogy nincs olyan, nem volt olyan terület. A város túl végén, ott a fűrészüzemnél, ahol vannak rajt fák. Bár azt ilyen fák azok nem igen szoktak lenni, hanem ilyen lompullatók. Figyelj, viszi ez mind a... Nem tudom, hogy a fater mit szokott mondani, nem akarom kimondani. Nem tudom, ezt nem tudom, honnan jön. Semmilyen rasszizmus nincs benne, de azt szoktam mondani, hogy viszi mind cigányfasz a vizet. Hogy ezt miért mondja, meg ezt ennek mi értelme van, azt ne kérdezzétek, mert tényleg nem tudom. Jó, hát ezzel hazaballagunk, aztán ez lesz a szituációs rácok. Szuper, jó. Ja, erdőre nagyon sokat szoktuk menni faterral, hát minden egyes télen, ugye? Általában nagyon sokszor ketten vagy, amikor itt beszoktunk társulni emberekkel, ugye rokonokkal, akkor együtt szoktunk menni, akkor szedtünk ennek, szedtünk annak fát. Hát régen nem volt olyan, hogy ilyen vágási engedély kellett, vagy be kellett jelenteni. Még akkor is, hogyha ugye zárt kert, nem pedig erdőnek minősülő terület. Régen aztán vágtuk mindenhol. Mert nyilván ott, ahol azt, ami a sajátunk, szóval nem a másét. De... igen. De nem volt ilyen papírmunka. Mindenki tudta, hol van a sajátja. Volt róla esetleg ilyen kézzel rajzolt térkép, de nem volt az, hogy ilyen vitatkozások, meg ilyen balhék miatta. Szóval szoktuk mindent is vágni. Ja. De ne gondoljatok ilyen nagyon komoly dolgokra, hogy LKT meg minden, hanem ami volt. Sokszor, mit tudom én, Zetor, 50-es, 82-es MPZ, meg ilyenekkel szoktunk közlekedni. Jaj. És eszembe jutott a legutolsó szituáció, amikor elmentünk fát szedni, az ismerősnek voltam elmenni fát szedni. És elég hamar összeszedtük a fát az erdőbe. Képzeljétek el, jó, zalai dombság, mindenhol dombok vannak, meg minden. Elmentünk, összeszedtük elég hamar, azt beszéltük, hogy... hát várjátok, minek mondjam? Nem akarom a nejöbb szerint említeni a traktorost, mondjuk elmentünk a traktoroshoz utána, mert kitaláltuk, hogy gyorsan végeztünk. Menjünk el hozzá, mert... Akkor már behozhatná. Izéje volt, 50-es MTZ-je volt. Ilyen jó ütött kopott. Volt izé rajt. Ütött kopott, mindenhol horpadás, tudjátok az a bőrtetővel, tudjátok, ami így rá van szíjazva fönn az 50-esnek a kabinjára, ilyen bőrtető, és az, azt hiszem, hogy gyári volt olyan kabin, aminek az a bőrteteje volt. És az tényleg nem kókány volt, sokáig azt hittem, hogy kókány, utána néztem, az kiderült, hogy meg a fa meg a levegőbe repkedik.
annak gyárilag bőrteteje volt. Na mindegy, volt rajta bukókeret, motorháztető, nem az a tipikus lerongyolt 50-es MTZ, de ment. Na mindegy. Hát ővelem már előtte is voltam fát hordani, az is egy érdekes szituáció volt, na mindegy, elmesélem ezt, hogy mi volt. Ez úgy volt, hogy elmentünk hozzá, hú basszus. Már akkor részeg volt, amikor oda mentünk hozzá, mondjuk délután kettőkor, de ilyen nagyon. Akkor utána még megittunk pár fröccsöt vele, amire rávettük, hogy akkor el kéne menni. Itt lefele, ugye? Itt lefele, jó. El kéne menni akkor a fáért. Jó, pótkocsi. Hát az úgy volt, hogy kifele menet az erdőbe, benültem a kabinba, én, a másik srác, akinek voltam, az meg azt hiszem kocsival kiment. Belültem a kabinba, ilyen random neki mentünk fáknak az erdőbe, amire így odaértünk, mert így mit tudom, nem volt annyira jó a reakció készsége. Oké, megraktuk fával, és egy ilyen halál egyenes helyen, várjátok, az a baj, hogy közben gondolkodnom kéne, hogy hol kéne mennem. Itt egyenesen? Várjá, nézzük. Emlékszem egyébként mindig tuskót kellett nézni, erdőbe szoktunk menni, akkor mindig ment a traktor előtt egy ember, aki annyit csinált, hogy a tuskókat leste, hogy nincs a tuskó, mert akkor rámész, akkor fölborult, tudod. Nagy fübe, tudjátok, hogyha esetleg nem télen mentél. Na, és akkor jöttünk hazafele, olyan úton, tudjátok, ami ilyen köves, rendes ilyen fehérköves út volt, és volt két oldalt ilyen partja, így fölfele, ilyen nálunk az horgosnak nevezik, de nem olyan magas volt, csak ilyen egy méteres, én meg így ültem a bal oldalán a csávónak, ült ugye a sofőrülésbe. Én egy ilyen szerszámos ládán ültem, ilyen vason, ami tele volt szerszám, ilyen alkarnyi, ilyen kulcsok, meg minden, tudod. A kezemben meg volt egy stílfűrész. Ugye bal oldalt ültem, bal oldalt nyitott volt, nem volt ajtó, jobb oldalt volt ajtó. Bal oldalt ugye nem volt, mert leszették, nem tudom. És akkor így kérdeztem tőle valamit, hogy az milyen műszer ott. Az meg így lenézett, és így befeledkezett. Hát, az a műszer, így el akarta kezdeni mondani, de közben nem az utat figyeltem, hanem így nézegette a műszert, meg így kopogatta. Jó, mondom, ebben a pillanatban a traktor lement az útról, a bal eleje, bal első kerék fölkapott ugye erre a horgosra, arra a dombra így az út szélén. Köves uton mentünk, full köves, mögöttünk egy úgy megrakott pótkocsi két tengelyes, tudjátok ilyen horgoszsáma is, szarásig volt rakva fálva. Na, fölkapott az első kerék, akkor fölnézett, ezt akkor már igazából tudtuk, hogy baj van, mert elemelkedett a hátulja is a traktornak, és ahogy így fölkapott, ugye kicsit balra orientálódtunk, és ilyen a súlypontnál így megállt, így szerintem, én nekem olyan érzésem volt, hogy ilyen másodpercekig, de lehet, hogy csak egy tized másodperc volt, csak az ember így, akkor tényleg így lelassul az idő, amikor olyan szituációban vagy, hogy ilyen veszélyhelyzet, vagy pedig egy ilyen nagyon meglepő. Szerintem az adrenalin így egyből elönti az ember testét, hogy baszd meg. És akkor így éreztük, hogy így... Ez mi volt? Ja, betöltött a cám. Mondom, mi történt? Megállt a sárba pont a traktor. És akkor így az adrenalin így elöntött az embert. És így éreztük, hogy így borulunk jobb oldalra. És igazából nekem semmiben nem volt időm kapaszkodni, mivel egy stílfűrész volt az ölembe, érted? Ültem ezen egy vas ládán, ami tele volt szerszámmal. Eldőlt, ilyen rettenetesen nagy csettenés, az összes... Azt nem tudjátok elképzelni, amikor van egy ilyen baleset, hogy ugye minden egyes dolog, amit igazából te úgy gondolsz, hogy az nem fog elmozdulni az autóba vagy egy traktorba, mert ugye általában nem az van, gumival lefele szokott lenni a traktor, nem az van, hogy oldalára döntöd, vagy a tetejére. Minden elindul, ugye a föld irányába, tehát az összes cucc, ami a földön volt, ami a ládába volt, meg mi is, az így lezuhantunk, ugye a jobb oldalára borult a traktor. A csávó az leesett ugye a kabinnak a jobb oldalára belül, ugye nem tört ki az üveg érdekes módon. Nagy csattanás, én rá, meg ő, én a stílfűrész is rá, és utána meg így a szerszámos ládából az összes szerszám, az összes, az így kettőnkre így... Azt tudom, hogy utána, ugye nem, tükörbe az ember nem nagyon néz ilyen szituációban, meg amíg hazaértünk addig sem, meg utána elmentünk még kocsmába is, komolyan elmentünk kocsmába is, akkor és a kocsmába így mondták, hogy Jézus, hogy nézel ki?
És így bementem a WC-be, és néztem, hogy tele tiszta olaj csikok voltak, így balról jobbra a fejemen, ahogy a szerszámok végig pot rástek, meg ugye olajos rony, meg minden is ott volt. Na aztán a fölborultunk, az vicces volt, mert ez szűk ez a rész. Jött egy fickó biciklivel, toltam mögöttünk a biciklit, és ez a tipikus az az üvegtigrises jelenet volt, amikor az üvegtigrisben volt egy fickó, és mindig, amit tudom én, biciklit tolta, és mondta, hogy fiatalság, bancsák. Így eltolta a kocsi az ugye nem borult fel, mert ugye elfordult a csatlakozási pontnál, ugye a traktornál. Tehát a traktor az itt szépen feküdt az oldalán, a jobb oldalán, a rendes, egyenes, köves, fehérköves útnak, a pótkocsi az meg szépen állt mögötte, és akkor így eltolta a fickó, így a hátulról jött, eltolta a pótkocsinak a mellett a biciklit, és akkor így meglátta, hogy a traktor az meg így el van dűve, aztán így ennyi újság van, felborult, tudod, ilyen flagmát. Ja. Ugye a víz az ömlött ki a traktorból, meg minden, aztán hát ugye jött a mentés, egy John Deere jött menteni, egy ismerős, akkor ugye, fú, az is egy olyan tortúra volt, rá kellett kötni, ugye a bukókeretre lett rákötve, és akkor föl lett állítva a traktor, akkor kellett hozni vizet, ugye, bele, és egyébként hazamentünk, nem volt semmi gond, utána szépen elindult, aztán mentünk haza, semmi, abszolút semmi gond nem volt. Még azt tudom, hogy ez körülbelül a csábónak, a traktorosnak a pincéje előtt történt, boros pincéje előtt, és amíg kijött a mentés, addig bementünk inni két fröccsöt. Úgyhogy ilyen, úristen. Azt tudom, hogy utána még fölállítottuk, visszahajtogattuk a sárvédőt, mert az így beleért a gumiba, ugye a jobb oldalán. De az volt a durva belegondolva, hogyha ez bal oldalra dőlünk el, akkor valószínűleg én előbb kiesek a kabinból, mint, mert ugye nem volt mellettem ott szinte semmi, mert ott nem volt ajtó. Előbb kiesek a kabinból, vagy ő is kiesik, mint hogy eldől a traktor, és akkor lehet, hogy az van, hogy ránk borul. Úgyhogy tök durva volt. Ja, utána a faluban még úgy végigmentünk, totál részegen értett traktorral, és akkor elvittük a fát a csávónak, de ott a faluban is voltunk, majdnem kivittünk egy oszlopot, villanyoszlopot. Hú, apám, még volt a köcsém. Nagyon durva. Nagyon vicces, hát ugye ilyen faluban igazából szoktak inni az emberek. Ugye a hegyen, és az vicces volt, hogy múltkor jöttem haza egy másik falu irányába, Szent Péter úr irányából, és a Szent Péter úr úton, ha beérek a faluba, szembe van a hegyút. És tök durva volt, hogy így jövök, munkába jöttem már sötétbe, mert valami túlóráztam, vagy nem tudom mi volt, és arra kellett hazajönnöm, mert Szent Péter úrba hazadobtam a Dari gyereket, munkatársamat. Jövök, és ez tök durva mindig, akkor az van, hogy jön valaki a hegyútba, látod, hogy van egy lámpa, ugye, mert sötét van, látod, rálátsz a hegyútra, és észrevesz engem, ugye nem tudja, hogy ki vagyok, hogy rendőr vagy, egyből leállítja a lámpát, meg mit tudom én, ott hagyja a kocsit. És azt tök jó volt, hogy megyek, látom, ott jön a hegyútba egy kocsi, lámpa lekapcsol, na mondom, ezek azt hiszik, hogy rendőr vagyok, nagyon vicces. Jó, hát általában szoktak igen inni az emberek. Ja, úgyhogy ez volt egy erdei sztori, egyébként azzal a fickóval már volt előtte, nekünk szedtünk fát, és akkor... Akkor is ugyanez a szituáció volt, kb. Tök ugyanez, hogy fölkapott a kerék a izébe, a... Mert nálunk nem tudom, nálatok is így van, hogy ilyen horgosos utak vannak, ugye? Jobban kiviszi a víz, meg ugye úgy van, olyan, mint itt, és akkor csak nem szikla van itt oldalt, hanem föld. De ugyanez volt, akkor a pótkocsi mögött mentem, lefele egy ilyen nagyon meredek részen, horgos, kicsit fölkapott a bal oldali kerék, igazából ebben annyit nem vettem észre semmit, csak az, hogy volt egy ilyen nagy csattanás, meg így megállt a traktor, és akkor így elnézek a izé alatt, pótkocsi alatt, meg a traktor alatt, és azt látom, hogy pont tök rá láttam, hogy a traktornak az első kereke kitörött, a traktor az így félig így leült, és az első kerék az meg így pattogott lefelé azon a erdei úton, így bing, bing, és kiment az erdőből, és ott mint valami kukoricásba bele gangolt. Jó, mondom, kezdődik, hát ez ma se érek haza, érted, este 6-ra, mint a Walt Disney-re. Úgyhogy, ja. Fú,
az is kemény volt. Aztán akkor láttam először, nem is tudtam, hogy ilyen létezhet, hogy nem kellett mentés. Mert nincs semmi probléma. Menjél el a kereket, keresd meg, megkerestem a kereket, kihajtottam a kukoricásból, hát az egy első kerék, egy ötfeles MTZ első kerék, nem is olyan könnyű. Így amikor az ember úgy találkozik vele, hogy ezt kell mozgatni, vagy bármi. Egyébként tempomat 8-ban vagyok, nem tudom, ne haragudjatok, hogy ennyivel megy ez a traktor. Aztán valahogy összeekecsetett, ki hátrált onnan a traktorral, és valahogy sikerült megoldania úgy, három keréken ment haza a csávó, komolyan, így, hogy úgy működik, hogy van az 2 kilós kalapács. Ilyen rövid nyelő 2 kilós kalapács szokott lenni. Traktorokban emlékszem, a Faterrak is volt, nem az a hosszú nyelődög volt, hanem egy ilyen, mit tudom, volt neki egy ilyen 40 centis, 50 centis nyele, meg ugye egy ilyen kocka, mint egy kalapács. És akkor azt be lehet rakni az MTZ-nél úgy a... Hát hogy mondjam, minek nevezik azt? Az első híd, hídnak nevezik? Az első híd, amin ugye a kerekek vannak két oldalt, az és a... Ott, ahol ott van egy ilyen elcsukló szerkezet, ugye, hogy kövesse a talajt konkrétan, mivel hát ilyen lengés csillapítás az nem nagyon van, hanem bazza meg tudom mutatni, hogy van egy traktorunk. Na, oda! Várjál, leszállok be, de megmutatom. Megmutatom. Ahova nézek, pont. Oda. Berakod, ugye mondjuk ez a kerék ki van tűrve. Akkor azt akarja, akkor hogyha nincs ez a kerék, ide berakod ezt a kalapácsot, és akkor nem tud. Jó oldalra mondom. Nem, a másik oldalra kell a kalapácsot. Nem, ide. Na, de lényeg, oda berakod, és akkor ugye az megtartja, az itt kiékeli, és hogyha nem lenne ez a kerék, akkor is vigyön megy a traktor, mivel azért a súlypont az így hátul volt, úgyhogy tök jó. Na, az szuper. Ez eléggé vicces látvány volt. Hát, szavasz öreg! Mi újság? Elég vicces látvány volt végignézni azt, hogy a MTZ, nem 82-es volt egyébként, 50-es volt, csak már bele vagyok keveredve, bocs. Az 50-es MTZ az így végig gangol. Srácok, megpróbáljuk egy olyan traktorra, nagy pótkocsival, abba azért több férne, nem? Ez keresztbe beleférne egy csomó, meg lehet, hogy lehetne állítani rá izét is. Karófát. A franc tudja, nem tudom. Nem tudom, gyerekek, nem tudom. Meg kéne, úristen, ezek mekkora fák, azért oké, hogy izé. Hogy lombhullató, de ebből azért jönne. Ebből most lehet, hogy nem gazdagodtuk még mi ugye srácok. Ja, hát ez lehet, hogy nem lett egy hatalmas nagy biznisz. De milyen vastag... Na így vittük ki majdnem egyébként az oszlopot a faluba, amikor az említett traktorosra beértünk. De azt tudom, hogy van egy ilyen, van a faluba egy ilyen barna bőrű menyecske, és annak integetett a traktor. Hello! Nem akarom mondani nevet, mert valaki visszamondja neki, tudod, akkor meg izé, akkor meg itt balé lesz abból. Komoly dolgok voltak ezek, apám. Csoda, hogy túléltem ezeket a helyzeteket. Még nagyon sokszor ugye ezekben a helyzetekben még ilyen nagyon fiatal voltam, akár 10 évesen is ugye. Mindenhova ment az ember, ahogy meséltem, traktorral, a faterral, meg minden. Fater egyébként nem ívott, amikor vezetett, nyilván, mivel ugye ő közúton közlekedett. Hát amikor vezetett, igen, de azon kívül egyébként szokott. Nem tudom, hát szerintem a régi világban nagyon sokan ittak, de nem úgy ittak szerintem, mint ahogy most, hanem most szerintem ilyen nagyon sokszor a izébe a depresszió miatt isznak az emberek, nem? Vagy nem tudom, miért isznak az emberek, srácok? Nagyon sokan szerintem, nem tudom, amiatt nem. Vagy amiatt isznak. De... A régi világban szerintem leginkább unatkoztak. Egyébként találkom olyan. Szerintem régen inkább unatkoztak. Meg így... Ugye most már nem nagyon van kocsmai élet. Régenben azért jóval masszívabb volt ez a dolog. Meg igazából ugye volt a szőlőhegy, mindenki azzal foglalkozott, ez egy hobbi volt.
Hát nem tudom, milyen hobbi lehetett volna más érted egy ilyen faluba, egy ilyen elzárt zsákfaluba. Csinálták a szőlőhegyüket, mellette ugye csinálták a uborkáról, vagy bármit termesztettek, meg ugye az állatokkal foglalkoztak, és akkor volt egy kis hobbiuk, hogy csináltak egy szép szőlős, különböző borokat csináltak, és ez tök jó volt. És ez mi a szar, gyerekek? Ez milyen a hely? Mi ez? Az a izé? Borpancsoló? Vagy mi van itt, gyerekek? Vagy olajszőkítő? Szézd már meg! Ez ilyen nagyon, nagyon gettó, de nagyon jó meg vannak csinálva, hogy ilyen gettósok ezek a helyek. Na itt meg lassan ide érünk, hát szerintem többe került az üzemanyag, mint a... Itt egyébként itt néztem, hogy ott, oda nézve ott is van ilyen erdei rész, hogy lehetne valamit működni. Egy tárvájuk ezen a kaszálom, vagy mi ez. Kicsit rövidítők. Hát kell nézni ezeket a földeket, valamit kellene csinálni érdemben már. Mert ebből nem hiszem, hogy nagyon meggazdagodtunk 5000-ért. Itt van egy akkora gödör, gyerekek. Azt a deodő belement a hülye. Nem gép, ha nem bírja, gyerekek. Nem gép, ha nem bírja. Kicsit sáros a verda. Meg is szenvedett. És nem megy gyorsabban. Ezek nem mennek gyorsabban, gyerekek. Előbb-utóbb befogunk abba a korba érni, amikor majd száguldunk a gépekkel. Ezek, gyerekek. Na végre. Egyébként a basszus, az aszfaltos úton ott. Ott azért már tudja a dolgát. Viszont ezt le kell szerintem szórnom, nem? Vagy csak elég a rányomnom ide? Ennél többre gondoltam, bazd, 800! Gyerekek, 800! Ez nagyon-nagyon gyenge volt! Ez nagyon gyenge volt, úristen, 800-at kerestem! Egy sajtot felvettem volna, több pénz lett volna. Várjál, körül kellene nézni földek ügyébe, mert ezt most rájöttem, mentem nagyon erre, hogy itt a földekkel. Bose Wire az ember. Hol vagyunk? Ja, nem itt vagyunk, nagyon nem itt. Várj, itt mi van? Mi ez méhek? Méhikos. Bazze, vannak itt komoly dolgok. 36 ezerbe kerül, hülye vagy? Ez 30, mi ez? Mi az a 34-es? Meg kéne nézzünk, gyerekek. Az a 34-esre nézzünk már rá. Mert ott van, na nézd meg, ott ilyen fákat mutat. 34-ese, itt mi van? Ja, ez ilyen kiveles. A 48-as baz erdő. 25 ezer ér. Nem is nagyon figyeltem, hogy itt vannak ilyen beltéri erdők. Baz, 48, nem is jártunk arra szerintem még, gyerekek. Körül kellene nézni egy nagyon picit, jó? Nem haragszatok érte? Meg kéne néznünk nekünk. A 48-as. Figyelj, elmegyünk balra, és egyébként itt vannak ilyen állatok, meg minden. Fú, csak ugye ezeket is meg... Rajt vannak egy területen. És 180 ezerbe kerül. Vannak itt ilyen gazdaságok, amivel lehetne okosan dolgozni. Viszont ez az erdő 25 ezer, viszont volt egy bent... Megnézzük a 48-as, meg a 37-es. Jó, srácok? Meg mi ez a nagy rohadás? Na mindjárt körül kell nézni itt, srácok. Na, indul meg. Próbálkozok ám itt a sebességgel. Körülnézünk, gyerekek, mert itt valamit kell, ki kell találni valami. Meg hát körül se néztünk ezen a mapon. Hú, valaki nagyon csipog, valaki írt. Lehet, hogy nem halljátok ti, bocsánat. Valaki messengeren ittem csippent. Basszus, ezek az utak azért nem tudom, kinek találták ki. Na, itt van valami nagy istálók? Vagy mik vannak itt? De elmegyek mellettem. Aha. Hát itt komoly dolgok vannak, gyerekek. De be kéne nézni. Csak hát mennyibe kerül ez? 100-valahány ezerbe? Ugye az egész telephelyünket át tudnám helyezni ilyen egy újabb zomba. És itt van az erdő is. Mi van itt? Bunker siló, be van nőve fűvel az egyik oldala? Ne, szórakozzá. Meg körülnézek, hogy gyerekek, várja. Jó? Ez egy kapu? Nem mondod, ez rohadt jól meg van csinálva.
Oda néz, ez mekkora ilyen paraszt gazdaság, figyeld! És föld van itt, ben van szó szerint a földbe. Ó, menj a francba, ez nagyon szépen meg van csinálva. A gyerekek, ez a terület itt, állattartásra van kitalálva, van egy olyan. Van siló is, gyerekek! Ó, van farmház is, meg minden. Ó, ki lehet nyitni, várja, várja, itt van, itt. Garázsok! Gyerekek, 180 ezerbe fáj. Mentési pont. Ne, hogy itt föl lehet szén a padlás, hogy mi ez? Ez pedig az, basszus. Ez szén a padlás, gyerekek. Az. Oda tudod a bálákat fölrakni. Ez nagyon autentikus, hallod? Ott is vannak ilyen shelterek. Ott van a farmházad. Itt tudsz valamit lerakni. Szerintem izét, lehet, hogy bálákat. Ez konkrétan egy faza, itt ez egy ilyen farmház. Ez egy ilyen telep. Srácok, ez nagyon bejövős, várjál már. Ez mi ez? Itt be lehet menni? Benyalok nekik, ha itt be lehet menni. Be lehet, bazza. De jó! Menj a francba, ez nagyon meg van csinálva. Ez nagyon jó ez a telep. Ezt megvenném nagyon szívesen. Fú, ez nagyon jó ez a map, ezt nem is láttam eddig. És mi van itt hátul? Mi itt vannak állatok? Tej. Várjál, itt mi van itt hátul? He. Nagyon szép, nagyon jó. Itt meg izé, csirkék, vagy mi van itt? Ez valószínű, hogy az, ugye? Itt meg hátul van legelő, meg minden, hozzá meg tudnád venni. Ez nagyon meg van csinálva, gyerekek. Ez meg rájöttem, ez nem bunkersiló, hanem gané, szerintem, nem? Közben, bocs. Szerintem rá, igen. Majd aztán lehet, hogy nem tudom. Na nézzük meg ezt az erdős részt is. Van egy csomó egyébként ilyen gazdasági rész, amit meg lehet venni külön. Külön, és egy fél falut már így tudod így leuralni. Na itt van az a terület, itt is vannak fenyők. Egyébként szerintem itt is ilyen vastagok. Szerintem nem olyan vastagok ezek. Ja, hát ez egy kicsit jobban megérni, nézzétek, nem kicsi ez a terület. Meg megnézem azt a picit, ami belül van. Úgyhogy az, még ne haragudjatok. Viszont ez tök jó, mert nézzétek, ez marha nagy. Itt ezt az egészet le tudnád termelni. Ez nem rossz, hogyha itt nem akarsz benne az erdőbe, innen azért kioldani a fákat. Sokkal jobb. Az lehet, hogy nem volt egy nagy biznisz, hogy mi ott megvettük azt az erdős részt. Is mi van? Nagyon-nagyon bele vagyok itt azért merülve most, hogy milyen érdekes dolgok vannak. Itt valami építkezés. De itt van valami kisebb tanya. A srácok, hányas földet kell megnéznünk? Azt mondja, hogy... Volt egy pici, a 37-es. 37-es. Amelyik ugye nincs jelezve, ugye 14-eshez kellene orientálódnunk. Opa, bocsánat, leakasztottam. Tudjuk, micsoda futrízai épületek vannak, meg itt egy régi ruszki traktor. Azt hiszem, oda meg lehet valami deszkákat hordani az építkezésre talán. Ugye megnézem azt a fás részt, hogy azon tudnék-e valami nagy üzletet csinálni. Meg mennyi fa van rajt. Bár aztán ennyire, akkor vehetnék földeket is. Jaj, csak pénz kéne, srácok. Pénz kéne termelnem. Itt is van egy ilyen farmház, amit meg lehet venni, és ez másra hasznosítható. Bal oldalunkon. Meg itt van szerintem a fás rész is ott. Mindjárt ide félreállok, körülnézünk.
megállunk. Csak meg a motort. Na. Aha. Jaj, egyébként jó. Nagyon meg van csinálva. Itt is van egy farmház. Vannak már méhek, ugye? Itt, ja, bazza, ezt el tudnám vinni. De hát ez nem lenne real, mivel ugye az nem az enyém. Mert ezek ugye, ezek ilyen megvásárolhatók. Hol vagyunk most? A 18-asnál, ugye? Igen, malac meg mire. Oké, okay, érted, hogy ezt így el tudnám csomplézzéssel adni, de hát az nem reális lenne. Mert nem az enyém a terület konkrétan. Figyeljetek, ilyeneket mindenképp akkor fogok csak hasznosítani, meg így megvenni, meg minden. Ha, mármint úgy értem, hogy használni, hogyha meg tudom venni a területet, jó? Bármit is el tudnék onnan csaprizni, vagy használni, akkor azt nem fogom. Ja, hol van az a izé, az erdős rész? Az szerintem itt volt mögött ennek. Ez gyanús. Ennyi? Szerintem ez az egyébként, ez hát. Ez konkrétan, akkor innentől, szerintem ez a párfa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, meg még lehet, hogy az is benne van. Szerintem simán benne van. Jó, akkor ezek a fák. Viszont ezek nem kicsik ám. Mennyibe kerül ez a föld? Érték 3800. Meg ugye, később akkor azt tudom csinálni, hogy ezt eladom. Amit eladom, eladom. És ezt lehet, hogy aj. Két pótkocsiba ki kéne venni. Azt mindenképpen nem akarom ott hagyni azt a fát, amit kivágtam, azt utána eladom. Nem akarom, hogy ilyen úgy csináljuk, hogy így szétcsesszük a mampot, hanem azt a fát be kéne hozni. Úgyhogy két pótkocsiba lehet, hogy ki fogok menni. Az nem tudom, mennyire lesz jó. De lehet, hogy a másik traktorral. Aztán kicsit egy izgalmasabb lesz, meg ilyen érdekesebb, hogy nem mindig ugyanazt használjuk. Jó, srácok. De ez a traktor, ez nem tudom, hogy miért nem megy. Ez egy borzalom, hogy ez nem, miért nem megy. Várjatok, nem tudnék új traktort menni? Mert van egy traktorunk, ugye, ami már elérhető. És lehetne azt, hogy lecserélünk traktorokat, mert az a baj, például ez borzalom. Ez, ne haragudjatok, srácok, hogy azt mondom, de ennek valami hibája van. Hát ennek miért megy 4-jel itt például? És a váltással van gondja, mert nézd meg, most meg elkezdett gyorsan menni. Hát ezzel valami hiba van. Mindjárt megnézem a traktorokat. Figyelj, most meg idejövet döngettünk 20-szal. Van még egy traktor, legalább akkor ki tudnánk azt is próbálni. És akkor még, mégiscsak. Az a gond a Lance Bulldog az rohadt drága. Álljunk meg. Nézzük. Nézzük, hogy mi az, ami opcionálisan elérhető számomra. Ő neki egyébként mi van még, amit lehetett volna? Csak kerékbeállítás, meg tervezés. Aha. Semmi más. Jó. Meg a kerékbeállítás. Oké, akkor azt elengedtük. Egyelőre attól nem leszünk jobbak. Ő. Gyerekek, ő. 30 lóerő. Viszont megint 6 km per óra, érted? A négy hengeres. Nem, hogy. Igen, hogy izé, ennyi? Ez valami szarabb motor, nézd. Ez a jó. Kerékmárka, kerékbeállítás, tervezés. Három pontos, legyen standard. Homlokrakodó csatolót is lehet már rakni rá. Hát nem tudom, gyerekek, ez 6 km per óra viszont 30 lóerő. Nem tudom, meg lehetne próbálni. Én megpróbálnám szívesen. Meg ugye ez is egy International Harvester. Igaz, hogy 1200-be kerül, de talán egy kicsit dinamikusabban jobban közlekedik. Meg ez egy jóval nagyobb traktor. És akkor annyit csinálunk még, hogy eladunk, gyerekek. What? Csinál? Ja, itt van. A kis traktorok közül eladjuk. Nem adom el, gyerekek, itt hagyjuk. Odébb állunk. Fia, 37 dolcsért nem hiszem, hogy meg fogja váltani nekünk a világot. Viszont most van egy 30 lóerős traktorunk, amivel kettő portkocsival lehet, hogy le tudnék menni. Hát
Nem tudom, hogy mennyire hosszú ez a rész. Nem haragszatok, hogyha nagyon hosszú részt csinálok? Mivel, hát ez jó. Ez tetszik. Ez egy masszívabb, nagyobb dög. Na, ez is rettentő lassan indul, és egy hatalmas lentkerék vele ennek is. Ugye ez is valós, és ezt is már elérhető, mert ez azt hiszem, hogy ez is 1922-től használható. Hát 30 lóerőre, hogyha ez 3-ba megy így... Jaj, gyerekek, ezek a traktorok! Nekem valami... Nem, nincs valami beállítás, valami... Valami... Váltással... Sebességváltó. Sebességváltó automatikus, meg minden. Automatikus. Hűha! Ez még bazzerúk. Jó, egyszer mesélte, erről jut eszembe a fater, hogy a Hoffert véletlenül ott hagyta, és egyébként ezeken a régi traktorokon még nagyon gyakori volt, hogy nem volt lábbal vezérelt gáz, hanem ilyen kézi gáz volt. Ezt valamit sikerült így sebességbe hagynia, vagy beugrott sebességbe. És azt látta, így a házunktól, hogy a lent a kútnál, a közös kútnál, a Hoffer az így mászik fel a villanyoszlopra, hogy így neki ment, és akkor így valahogy sikerült föltolni magát, és így konkrétan így fölmászott rá, és akkor így hátrafele meg elborult. Aztán hát... Mondjuk olyan túl sok, mint gyerekek, miért hárommal megyünk? Ne! Hát azt hittem megváltjuk a világot ezzel a géppel, de hárommal megyünk, gyerekek! Azt a betyár úristen, de mi a franc van? Jaj! Hát a vége, aztán háromnál tovább nem megy. Miért? Egyébként nincs benne semmi nekem ilyen módom, hogy izé, hogy valami realisztikus bármi legyen. Nincs. Jaj, gyerekek. Ez a, amire odaérek. Jó, hát ezzel nem fogok én azt hiszem elindulni. Oda az távoli erdőre. Jó, oké, hogy 30 lóerő, de ne háromba menjünk. És egyébként ez valós adat, az a nagyon durva, hogy hát ezzel nem tudunk mit csinálni. Hát megszoktuk a modern világba, hogy minden olyan rohanó tempóba megy, tehát figyeljetek, higgyétek el, hogy ez viszont... Hárommal? Mondjuk azért a hatot azért bevenni, nem tudom, hogy miért nem kapcsol magasabb fokozatra. És ez a jobbik motor? He? Volt ennek a fele motor a 15 lóerő. Hát gyerekek, én, higgyétek el, én sejtem, hogy ti is várjátok a modernebb traktorokat, hogy már jöjjenek, hogy egy kicsit, vagy dinamikusabban, vagy erősebben. Figyeljetek, én nem vagyok egy nagy rohanó típus, főleg így 1924-ben valószínűleg nem fogunk nagyon nagy sebességekre szert tenni, de én egy ilyen 15 km/h-nak már úgy örülnék, el sem tudom képzelni, hogy milyen lesz, amikor 40-nel fogunk beletni, gyerekek. Mondjuk egy MTZ-vel, vagy pedig egy... Fú, de ez nagyon durva. Vagy egy UTV-vel. Viszont ez látszik, hogy egy masszívabb. Szerintem ez a... igaz, hogy hárommal megy, de a hármat ez tartja mindig is. Figyeljetek, ezután utána kötök még egy pótkocsit, azt ki kell hordanunk azt a fát. Az a betyár, úristene! Nem vagyunk autentikusok, nézzétek, B32-es izé, blokktéglákban van felépítve ott az a ház. Figyeljetek, igazából szívronomot nem kaptak, meg a nagyon a muslicák nem repültek bele, vagy a bogarak a szemébe a csávónak, nem? Hű, testvéreim az urba! A 3 km/h-s traktorok? Hát tényleg várom, legalább legyen egy 1930-ig jussunk el. Egyébként javasolta az a srác, aki ugye a marhákat mondolta, hogy lehet, hogy 5 évente kéne lépni. Hát de nem tudom, akkor meg olyan hamar vége lesz ezek a sorozatok. Én nagyon élem,
Figyelj, rúg, bazd, vagy nem rúg, hanem le... Miért rúg? Ne rúg, jó? Ne. Nehogy izé, 30 lóerőt izé rángatja az istrágot, gyerekek, mi? Nem lehet bírni a géppe, gyerekek. Nem lehet bírni a géppe. Jó, hát ennek meg sem állítom a motorját, mert akkor itt izé lesz harakiri. Ezt a pótot utána kéne csapni. Milyen gazdaságot viszek én, srácok? Egyébként nagyon brutál, és az a jó ebbe az egészben, hogy meg van ködve, hogy milyen évet írunk, hogy nem arról szól az egész, hogy minél gyorsabban modern gépeket vegyünk, hanem meg van szabva. És így le van lokkolva, hogy nem tudsz venni, jaj, hogy itt van. Az el volt bújva az a téglarakat oda. Komolyan mondom, ezzel a géppel kéne venni. Oda néz, hattal vehet. Figyeljétek, most mindjárt azt csinálom, komolyan mondom, hogy ezzel levegyek oda. Két póttal. Ó, pont elérte a deszkárak a végét. De figyelj, ott nem is szabadna elérni, érdekes, na mindegy. Álljál meg, testvérem. De ezt megvettük már, ez már négy hengeres gyerekek, brutális. Aztán, de. Ó, azt a betyám! Azt a betyám, gyerekek! Na, öcsém! De figyeljetek meg, hogy ez a 3-at ezt tartja akkor is, bármikor is. Robosztus egy felépítmény. Azon gondolkozok egyébként, lehet a következő részbe kellene ezt megcsinálnom. Erősen gondolkozok rajt. Közben meg mondjuk vennék valami csirkéket, vagy valamit. Azt az egy fát ki akarom onnan hozni, hogy aki időrintöttük gyerekek, ne az legyen, hogy ott hagyjuk. Ezt utána meg el tudnánk adni akkor a területet. Ecsém. Zsatár dabas. Egyébként tetszik nekem ez, mert engem egyáltalán nem zavar, hogy ilyen lassan kell venni. Egy kicsit zavar. Mindjárt ezen az emelkedő meglátjuk, hogy mi fog történni. Attól félek, hogy el fog rúgni. Igaz, hogy a 30 lóerő... Figyeljetek, 30 lóerő nem sok, vagy nem kevés ám, ha belegondoltok, mert ugye rettenetesen le vannak ezek áttételezve. Ez 30 lóerővel szerintem ilyen epic nagy nyomatékot ki tud fejteni a teljesítményt a kerekekre. Na, úgy látom, a diffizál az nukú. Az előszeretettel rúg meg ebbe. Jaj, figyelj most, na. Ha ez itt följön ezzel a két potkocsival, akkor nyerők vagyunk. Nem látom a kereket. Ez egy kicsit rugdos néha. Kicsit lediferál. Na meg a Serpentinek, meg a kanyarok, azok lehet, hogy feladják a leckét nekünk, srácok. Rugám, mind a disznó, mindig az egyik kerék, amelyik ugye kevésbé tapad. Fú, bazze, ez nem lesz egyszerű. De... ugye ez is egy International Harvester. Ez egy McCormick. Beering 1530-as. Azt hiszem 1922-től gyártották. Viszont ez egy masszív, nehezebb traktor. Az talán előnyére van. Nem egy ilyen kis szöcske, mint a másik kettő, ami ugye a Forza, vagy az a másik International Harvester farmol. Viszont az első kerék az nagyon, nagyon primitív. Semmi megvezetőjél, meg semmi ilyesmi még nem létezett rajt. Ez a terület, erre fáj a fogam, ami itt van oldalt, jobb oldalunkon. Gyerekek, ezt a két kocsit meghítjük idejével fával. Ez egy kicsit beteg lesz.
Hogy vigyázhattak ezekre a szerkezetekre, ezekre a traktorokra? Biztos egy ilyen fél vagyon volt. És inkább egy vagyon volt egy ilyen traktor. Ja, egyik részben ehhez a kormányműhöz hasonlítottam az MTZ-ét, pedig aztán a Farmolnak a kormányművéhez hasonló inkább. De például nem is tudom, azt hiszem a Dutrának volt ilyen kormányműve, de most megint hülyeséget mondok, akkor aztán ki fogok kapni. Itt azért próbálkoztak így ilyen dizájnnal is, nem csak a funkcionalitással, nem? Srácok így, azért már így le van burkolva, ilyen szögletes, meg ilyen kicsit ennyi egyel dizájnosabb. Ez a, egyébként ez nem lentkerék, ugye? Itt az oldalán. Ezt rosszul mondtam, hogyha azt hiszem, azt mondtam lentkerék. Hanem ilyet használtak például ugye a Hoffer traktorokon is. A lapoci meghajtású eszközöknek a meghajtására. Ugye például cséplőgépekre. Erre ment egy ilyen nagyon széles, hosszú, több méteres laposzi, és azzal meg tudtak hajtani mondjuk egy másik eszközt, amelyiken szintén volt egy ilyen szintén volt egy ilyen laposzi. Hát minek nevezzem, henger inkább, mint tárcsa. Milyen szép új az a traktor, majd mindjárt tiszta dzsúva lesz. Na viszont itt, hogy hogy fogok elmenni két pótkocsival, azt ne kérdezzük, ez a legszűkebb keresztmetszet ennek az egésznek. Gyerekek, egyébként ez úgy lediferál ez a traktor, mint az állat. Azért lehet, hogy megkérdezném, hogy ezekkel a körbökkel így elrúg egy ilyen szárazabb talajon. Nem az igazi a mod. Egyébként azt hiszem valami 1.0-as verziója mod. Ezeket a nagyon régi traktorokat így ilyen fan-made megcsinálta valaki, de azért nagyon sokat nem használják, úgyhogy nem nagyon növekedett a verziószám, nem, de viszont tök hamar kormányozható, viszont a kormányszög az eléggé kicsi. Most imádkozzatok, hogy ez elfér-e. Ó, nem elég jól imádkoztatok, srácok. Kicsit vissza. Jó. Nagyon nem kap... fékeztem egyet, csúszott a hátsó kerék, komolyan. És jó, ki kell tenni. Ugye jó nagy ívbe kell fordulni, mert nem, hogy a második pótkocsi az így beakadjon, de szóval... Egyébként jól irányítható ez a traktor. Figyeljetek, higgyétek el, ebben a korszakban nem is igényeltek nagyobb sebességet, főleg egy ilyen munka folyamatnál, hogy az erdőre mentek. Mert azért... Egy az, hogy vigyáztak is a traktorra, meg hát ezek nem, szerkezetek nem arra terveződtek, hogy 40-nel zötyögé végig rajta a földúton, mert lehet, hogy nem is nagyon bírták volna ezek a szerkezetek. Oké, hogy biztos bennük volt az anyag, de ugye nem csak az anyag vastagság számít, hanem hogy milyen acélt tudtak gyártani, meg miért gyártottak, meg miért szereltek be. Látszok, azon gondolkozok, hogy lehet, hogy elbúcsúzom. Hát csak azért, mert még elég hosszú az út. Lehet, hogy a következő részbe folytatjuk inkább. Tök jó volt ez az egész. Én élveztem. Igaz, hogy sok mindent nem csináltuk, de egy az, hogy mennek az évek, lett egy új traktorunk, vettünk földeket, vagy földet. Meg tényleg írjátok meg, hogy szerintetek mit csináljunk, mert ez egy fontos kérdés számomra, hogy ti is mit szeretnétek. Nekem igazából ötletem mindig van így a... Akkor is, hogyha spontán elkezdem a részt, de... Hogyha van valami ötletetek, amit szeretnétek megnézni, akkor azt fogjuk csinálni. Na! Megállt a gép. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!